Sziasztok srácok, én Viccelek vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb videóban, ami így egy eléggé váratlan videó lehet szerintem, vagy hát igazából nem annyira váratlan, mivel eléggé furcsa témákkal szoktam foglalkozni, de az egyébként biztos, hogy van egy ilyen ötlet, amit így már eléggé régóta így gondolkodok, hogy megcsinálok-e vagy sem. De akkor nézzük is, hogy mi ez az ötlet, amire én gondoltam. Igazából szerintem több embernek is már ez így megfordulhatott a fejében, egy egészen érdekes kis téma. Úgyhogy srácok, én utána néztem és kiderítettem, hogy melyik az az öt videó az egész YouTube-on az elmúlt több mint 10 év alatt, amit a legtöbbször diszlájkoltak. Viszont így még a lista előtt nagyon-nagyon gyorsan tényleg csak megemlítem, hogyha esetleg meg érdekelt titeket sok-sok másik videó is ezen kívül, akkor mindenképp iratkozzatok fel, valamint nyomjátok be ezt a kis csengőikont is, így az összes videómra értesítéseket fogtok majd kapni, és hogyha esetleg van Instagramotok, akkor ott is mindenképpen kövessetek be engem, mivel szeretnék majd minél többet posztolni, úgyhogy ezeket csak így gondoltam, hogy gyorsan megemlítem, de akkor igazából nézzük is a videót és lássuk is ezt az ötös listát. Kezdjük is akkor az ötödik helyünkkel, ugye visszafelé fogunk majd haladni, és a legvégén látjuk meg a legdiszlájkoltabb videót. Az ötödik helyen nem más, mint Rebecca Blacknek a Friday nevű videóklipje szerepel. Egyébként megpróbálok majd különböző videókat és képeket is bevágni, ugye a hangot azt nem igazán lehet, mivel akkor rögtön letiltja az egészet a YouTube, de a lényeg az, hogy látni fogjátok itt majd szerintem mellettem nagyjából miről van szó. Na de akkor a lényeg, hogy ez a videó egészen pontosan 2011. szeptember 16-án került fel ugyebár a YouTube-ra, és azóta több mint 3 milliószor lett diszlájkolva, ami egy hatalmas nagy szám, és ez egyébként a 80%-át teszi ki pontosan a visszajelzéseknek, úgyhogy nem fogadták túl nagy szeretettel. Egyébként csak ilyen nagyon-nagyon nagy vonalban, mivel én nem szeretnék ilyen 20 perces videót készíteni, de lényeg a lényeg, felkerült ez a videóklip, viszont ott kezdődtek a problémák, hogy eléggé semmit mondó lett maga a zenének a mondani valója, ez így most furcsa hangzik, de a lényeg az, hogy tényleg szinte semmiről nem szólt az egész zene, valamint az egész ének hang, hát autótyúnolva lett eléggé csúnyán, úgyhogy nem is nagyon szólt semmiről, nem is igazi hangokat hallottunk benne, eléggé sok kritika is ért egyébként nagyon-nagyon rövid időn belül, úgyhogy végül egy élő mémmé alakult az egész videóklip, hogyha ezt lehetett akkoriban még így mondani. Szóval nagyon sokan már csak azért is ugye elkezdték utálni és diszlájkolni, mert hogy mindenki más is utálta, és egy röviden, hát így jött össze ez a 3 millió diszlájk. Na és akkor a negyedik helyünk, ami egy eléggé különleges videó lesz, mivel, hát hogy is mondjam, ennek a videónak az volt a célja, hogy diszlájkolják. Lehet erről már ti is hallottatok, kicsivel több mint egy évvel ezelőtt volt Félixnek ez a videója. Can we smash it? Már maga a cím is egyébként magyarra fordítva úgy hangzott, hogy el tudja érni ez a videó az 1 millió diszlájkot, és hát el tudta érni, egészen pontosan 3 millió 300 ezer diszlájkot ért el, egy hatalmas nagy szám, és egyébként egy kis plusz ráadás, 93%-ban érkezett ugye diszlájk, és a maradék kicsivel kevesebb, mint 7% volt csak ugye a lájkolás, úgyhogy szerintem ez egy hihetetlenül kreatív dolog volt PewDiePie-t, hogy ezt így megcsinálta, tényleg ezelőtt még sosem volt ilyen jellegű videó, és egyébként maga a feltöltés egészen pontosan 2016. december 24-én került fel, és hát nem is volt szükség erre több mint 6 évre, hogy ezt így elérje, egy év alatt fel is került a negyedik legdiszlájkolt a videó közé, és sikerült elérni, amit akart, és hát valamilyen szinte még történelmet is írt. Na és akkor a harmadik helyünk ismét egy YouTube szenzáció. Ismét valamitől felrobbant az egész internet, ismét egyébként egy olyan youtuberről van szó, aki még a mai napig is tevékenykedik, pár ember örömére és hát még több embernek a bánatára szerintem. Lényeg, hogy a harmadik helyünket tehát a Jake Paulnak az It's Everyday Bro című zenéje foglalta el. It's Everyday Bro with the Disney Channel flow. 5 million YouTube in 6 months, never done before. Egészen pontosan 3 millió 400 ezer diszlájkot sikerült bezsebelnie, ez egyébként a visszajelzésének a 60%-át teszi ki. Hát ugye mondanom sem kell, a cél az nem az volt, hogy minél több diszlájkot szerezzen, de ugye nagyon-nagyon sok ember nem értett vele egyet. Ugye rengeteg témában megosztó volt maga Jake Paul is ugye ebben az időben, illetve szerintem én mostanában is nagyon megosztó személyiség, és hát éppen emiatt a 2017. május 30-án feltöltött zenéje, hát ugye kevesebb mint egy év alatt feltört a harmadik helyre, és 3 millió 400 ezer diszlájkot sikerült elérnie. Már maga a gondolat is, hogy itt vagy te egy színpadon, itt pedig 3 millió ember eléggé csúnyán néz rád, és nyomogatják a diszlájkokat. Úgyhogy, ja. És akkor a második helyünkön 3 millió 600 ezer diszlájkkal, ezúttal most nem egy youtuber, nem is egy zene, sem ilyesmi, a második helyet nem más, mint a Kodnak az egyik trélere foglalta el. Ugye rengetegen várták már a Kodnak az új részét, viszont megjelent maga a tréler is, egy nagyon futurisztikus, teljesen másfajta játékot kaptak, ugye ez rengeteg embernek nem tetszett, és hát éppen emiatt a 2016. május 2-án felkerült videót 86%-ban diszlájkolták is az emberek. Hát igen, pontosan ez történik akkor, amikor van egy nagyon-nagyon jól bevált ötlet, teljesen jó játék, már igazából fel van építve minden, viszont gondolsz egyet is az egész világháborús dolgot, átalakítod egy modern, sőt igazából egy futurisztikus játékká, és hát ugye a játékosok nem ezt várták, és a véleményüket nem is tartották magukban. Így született meg a második hely. Na és akkor lássuk is most az első helyet, kérek is egy kis doppergést, bár igazából szerintem mindenki tudja gyakorlatilag, hogy mi az első hely. Rengeteg ember utálta ezt már a megjelenésekor, de még a mai napig is egyébként nagyon-nagyon sokan ezt nem szeretik. Úgyhogy emberek, az első helyünkön nem más, mint Justin Biebernek a Baby című nótája található. Oh, 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 oh.
Egyébként magát a zenét 2010. február 19-én töltötték fel, és a mai napig már több mint 8.700.000-szer lett diszlájkolva, ami egyébként majdnem 52%-át teszik ki a visszajelzéseknek. Nagyjából ez az 50-50%-os arány megmaradt, ugye így legalább nem egy ilyen 86%-os oltásról beszélünk már gyakorlatilag, úgyhogy szegény srác feltöltötte ezt a zenét 10x évesen, kapott rá egy pár millió diszlájkot, de hát végül is ettől sem rettent el, és hát ugye mai nap már ott tart, hogy számogathatja szépen a több 100 millió dolláros vagyonát, úgyhogy ja, végül is fel tudta dolgozni, de azért a kezdés az mégis nehéz volt neki, és ez azért mégiscsak YouTube történelmet írt, mivel az övé a leges legdiszlájkolt a videó, még a mai napig is. Egyébként pedig srácok, egy kis plusz ráadás, mivel szerintem ez is mindenkit érdekelhet. A hatodik helyünkön, amit ugye nem is mutattam be, mivel csak a top 5-öt néztük meg, nem más, mint a Despacito található, majdnem 3 millió diszlájk van rajta, úgyhogy igazából eléggé közel volt az ötödik és a hatodik hely egymáshoz. Viszont egy elképesztően furcsa dolog még a tavaly nyári slágert illetően, az nem más, mint hogy ez a 3 millió diszlájk körülbelül 15%-a csak a visszajelzéseknek, és hát igen, bármennyire is sok rajta ugye a diszlájk, majdnem 26 milliószor lájkolták ezt a zenét. Ez viszont tényleg egy nagyon meglepő dolog. Úgyhogy srácok, ez lett akkor a mai videó, igazából remélem, hogy tetszett nektek, hogy ez így volt, mindenképpen jelezzétek egy lájkkal, és igen, nehogy diszlájkot nyomjatok véletlenül. Sőt, igazából támadt is egy nagyon-nagyon jó ötletem. Úgyhogy srácok, hogyha érdekelne titeket egy olyan videó is, amivel a leges leglájkoltabb videókat néznék meg, akkor ezt mindenképpen írjátok meg nekem a kommentekben, és később lehet, hogy lesz egy ilyen videó is. Minden esetre addig is ne felejtsétek el megnyomni a feliratkozás gombot, valami ne felejtsétek el bekövetni engem Instagramon is, hogyha érdekel titeket még több poszt, kép, videó is, és még minden egyéb más is. Úgyhogy én most megköszönöm nektek a figyelmet, legközelebb ismét találkozunk, addig is még, sziasztok!